51. fejezet Bár szelén a tündérérzékei kihúnytak, de megesküdött volna rá, hogy érezte Árcser borotva vizének és vérének a szagát, amikor a szennyvíz csatornában rohant. Minden tönkretett. Meggyilkoltatta Nehémiát, mindkettejüket manipulálta, és aztán a barátnője halálát arra használta, hogy éket verjen közé és kol közé, mindezt a hatalom és a bosszú állás nevében apró cafatokra fogja tépni, lassan, ráérősen. Tudom, hogy ki vagy, mondta neki a férfi. Szeléna nem tudta, hogy mit mesélt neki Járobin a, a származásáról, de Árcsernak halvány fogalma sem volt arról, milyen sötét erők lakoznak benne, és milyen szörnyeteggé tud átváltozni, hogy helyrehozza a dolgokat. Maga előtt folytott citkozódást és fémes csattanó hangokat hallott. Ahogy elérte a szennyvíz csatornát, rájött, mi történt. A vasrács lecsapódott, és Árcser próbálkozásai nem jártak sikerrel, hogy felnyissa. Talán az istenek néha mégis meghallgatták Szelénát. Mosolyogva húzta elő két tőrét. Átlépett a boltív alatt, de a keskeny folyó két partja üres volt. Miközben haladt előre a vízre is ránézett, hát ha Árcser ott próbált meg a rács alatt átúszni. Az utolsó pillanatban érezte meg, hogy hátulról támad. A két tört a feje fölé emelve hárította el a kardot, és visszafelé sietett, hogy időt nyerjen és felmérhesse a helyzetet. Árcser együtt edzett az orgyilkosokkal, és kardforgatási, valamint támadó technikája arról árulkodott, hogy az egykori leckék termékeny talajra hullottak. Ki volt merülve, még a férfinak minden ereje a rendelkezésére állt, Támadásaitól remektek a karjai. Árcsara a torkát célozta meg, de ő villámgyorsan kitért. A lánya lágyékát vette célba, hogy felmetze a hasát, de ellenfele gyorsan félreugrott. Őt értünk ölettem meg, lihegte a férfi, miközben Szeléna kereste a gyenge pontját. Tönkretett volna bennünket, és most, hogy te a rémkulcs nélkül rémkapukat tudsz nyitni, gondold végig, hogy mire lennénk képesek. Gondolkozz, Szeléna! Az ő halála szükséges áldozat volt, mert különben tönkretette volna az ellenállási mozgalmat. Nekünk fel kell lázadnunk a király ellen. A lány előre lépett, és egy testcsellel próbálkozott, de a férfi hárított. Inkább a király árnyékában élek, a Szeléna, mint egy olyan világban, amelyet olyanok irányítanak, mint te. És ha veled végeztem, akkor felkutatom az összes barátodat, hogy bosszút álljak. Nekik fogalmuk sincs semmiről, nem tudják azt, amit én. Őrítő könnyedséggel tért ki a támadásai elől. Nehémia valamit még titkolt veled kapcsolatban. Nem akarta, hogy belépj a csoportba, és én hittem, hogy csak nem akar osztozni velünk rajtad. De most felteszem magamnak a kérdést, hogy pontosan miért? Miről tudhatott még? Szeléna a halkan nevetett. Te bolond vagy, ha azt hiszed, hogy segítek nektek? Ó, ha én egyszer rád szabadítom az embereimet, akkor gyorsan meg fogod változtatni a véleményedet. Rúrk Fárán az ügyfelem volt, természetesen még a halála előtt. Emlékszel még rá, ugye? Különleges szerelem fűzte a fájdalomhoz. Mesélte nekem, hogy a legnagyobb élvezetét abban lelte, amikor Sam Cortlandet kínoszta. Ebben a pillanatban olyan ölésvágy fogta el a lányt, hogy hirtelen még a saját neve sem jutott eszébe. Archer úgy tett, mintha a folyó felé akarna menne, hogy újra a falhoz szorítsa, és a pengéjével ott nyársalja fel, de Szeléna is ismerte ezt a taktikát. Végül is ő tanította meg rá évekkel ezelőtt. Ezért a támadásnál kitért, áttörte a férfi védekezését, és törének gombját az állához szorította. A férfi úgy esett össze, mint ahogy egy kő lehullik, kardja csörömpölt. A lánya földön rágugolt, és a tört a torkához szorította. Kérlek, suttogta a férfi rekedten. Szeléna a penge élét a bőréhez szorította, és közben azon tűnődött, meddig tudja elhúzni a dolgot, hogy ne ölje meg túl gyorsan. Kérlek, könyörgött a férfi, és a melkasa felemelkedett. A szabadságunkért teszem, a mi szabadságunkért. Végül is mi egy oldalon állunk. Egy csukló mozdulattal fel tudná meccseni a torkát, vagy úgy tehetné harcképtelenné, ahogy grévet tette, olyan sérüléseket okozhatna neki, amilyeneket grév okozott nehémiának. Mosolygott. Te nem vagy gyilkos, suttogta a férfi. Jaj, dehogy nem, bukta mézédesen. A fákja fénye a tőrön táncolt, miközben azon gondolkodott, mit tegyen a férfival. Nehémia nem akarná ezt, nem akarná, hogy megölj. És bár tudta, hogy nem kellene a férfira hallgatnia, a szavai találtak. Ne hagyd ezt a fényt kialudni. A lelkében terjedő sötétség minden fényt elnyelt, kivéve egy szikrácskát, lényének legbelsejében egy apró kis lángot, amely napról napra halványult. Akárhol volt is most Nehémia, tudta, hogy milyen kicsi lett ez a láng. Ne hagyd, hogy ez a fény kialudjon. Szeléna érezte, ahogy a feszültség távozik a testéből, de a tort továbbra is árcsertorkának torkának szegezte, miközben talpra állt. Ma éjjel elhagyod Résvárt, parancsolta neki. Te és az összes barátod. Köszönöm, lehelte árcsert, miközben ő is felállt. Ha rájövök, hogy napkeltekor még mindig a városban ma vagy, mondta hátat fordítva neki, miközben az alagútban a lépcső felé indult. Akkor megöllek. Elég, elég volt. Köszönöm, mondta a férfi még egyszer. A lány csak ment tovább, és figyelt, hát ha hátulról támadás éri. Tudtam, hogy jó ember vagy, tette hozzá Árcsár. Szeléna megállt, megfordult. A férfi szemében valami diadalféle csillogott. Azt gondolta, hogy nyert, hogy újra manipulálta őt. A lány egyik lábát a másik elé téve a ragadozó állatok nyugalmával ment vissza hozzá. Csak akkor állt meg, amikor már annyira közel állt hozzá, hogy meg tudta volna csókolni. A férfi gyanakvóan mosolygott rá. Nem, nem vagyok az. Felelte. Aztán olyan gyorsan szúrt, hogy a férfinak esélye sem volt. Árcser kitágult, amikor a tőr a szívek közepébe fúródott a lány karjába hullott. Szeléna a száját a füléhez tette, egyik kezével megtartotta, a másikkal a tört forgatta a sebben, miközben elsugtotta. De Nehémia az volt.